Virginia a halál előtt megbocsátott. Igen, nagyon jó volt. Nagyon megértő. Mindig szeretett, ahogy én is őt. És biztosíthatlak csak, hogy megnyugodj, hogy a végén életünk legszebb korszakát éltük át. Virginia olyasmiket mondott, amiket soha nem felejtek el. Az egyszer biztos, hogy mélységesen szerettük egymást. Szerettem. Szeretem. Szeretni fogom. Mindig. Itt is van a kicsike. Ó, a karomba vehetem. Természetesen van Vanessa. Jaj, de gyönyörű. Bár csak egyszer férhez mennék, hogy ilyen szép babám legyen. Tényleg. Úgy tartják, ha Isten nem ad gyereket, unoka öccsöt és unoka húgot ad. És nekem van már unoka húgom. Az első unoka húgom. Ne félj tőlem. A nénikéd vagyok. A mamád testvére. Káros Alberto. Látni akarom az anyámat. Elviszel hozzá. Természetesen, Vanessa. Elviszlek a mamádhoz a szanatóriumba, ahol kezelik. Mikor lehetséges? Azt te mondd meg. Esetleg holnap? Persze, semmi akadálya. Akkor holnap eljövök. Te pedig elviszel hozzá. Látnom kell. Ha akarod, hazaviszlek. Köszönöm. Nagyon messze lakom. Inkább hívd nekem egy taxit, megadom a címemet. Ahogy akarod. És az orrom alá dugtak egy papírt, amin az állt, hogy Danilo elvált tőlem. Mert elhagytam az otthonomat. Tessék, elolvashatod. Meddig bánthat még büntetlenül Danilo Roldán? Vajon meddig? Figyelj, Araceli, itt várj meg, én megyek. Most rögtön rendezem a számlát azzal a gazemberrel. Majd én megtanítom, hogy ne szórakozzon a nőkkel. Ne, Juvencio! Ne csináld! Ennek semmi értelme. Már beletörődtem, ne hozz bajt magadra. Nekem kell bosszút állnom valamennyi szenvedésért és megaláztatásért, amit ezektől kaptam. De anélkül, hogy bemocskolnám magam. Danilo és a családja meg fog fizetni. Halló. Annabella vagyok. Mit csinálsz? Próbálok elaludni, de nem tudok. Velem is ez a helyzet. Hirtelen kedvem támad beszélgetni veled. És miről? Rengeteg mindenről. A kettőnk helyzete mostantól elég különleges. Szeretnék mindig melletted lenni. Szeretnék talán először életemben komolyan beszélni veled az érzéseimről. Bizonyos dolgokról szerintem te tudtál, Annabella, mégsem szóltál róluk. Mire gondolsz? Biztosra mondtad, hogy a lányom nem tőlem van, hanem Danilótól. Pedig nem igaz. A kislány az enyém. Én csak azt mondtam neked, amit a bátyámtól megtudtam. Akkor elárulom, hogy félrevezetett, méghozzá alantas szándékkal. Nem lett volna szabad beavatkoznod. Nagyon rossz fényt vet rád. Jaj, ne haragudj rám. Bocsáss meg, ígérem, mostantól nem szólok bele semmibe. Végül is túl vagyunk rajta, felejtsük el. Tudod, ki járt itt ma este? Vanessa. Vanessa? Igen. Vagyis Virginia ikertestvére. Á, tényleg? Én úgy tudtam, Veracruzban él. Már nem. Nemrég költözött ide Mexikóvárosba. Tényleg? Na ne mondd. A rokon. Tudod, az unokatestvérem. Igen. Ah,
Elena néni másik lánya is ide költözött. Szívesen megismerném, elbeszélgetnék vele. Légy szíves, add meg a címét. Jó napot, asszonyom! Jó napot! Miben segíthetek? Itt lakik Vanessa kisasszony? Igen, igen, itt lakik. Hozzájöttem, itthon van? Igen, a szobájában öltözködik éppen, megy melót keresni. Na és maga kicsoda? Azért jött, hogy munkát ajánljon neki? Nem, asszonyom. Én Annabella Roldán vagyok, Elena Roldán unokahúga, aki Vanessa mamája. Tehát unokatestvérek vagyunk. Jó reggelt, szépség! Gyönyörűségem! Jó reggelt, Carlos Alberto! Végre felébredtél! Te is hét aló vagy, mint a baba! Vakációm van, úgyhogy később kelhetek fel, mint máskor. Akkor jó. Szeretnék neked mondani valamit. Virginia itt járt tegnap. Az utcai ajtónál találkoztunk, de nem akart bejönni. Nem tudod, miért nem akart bejönni, Carlos Alberto? Most, aki tegnap láttál, nem Virginia volt, Memo. Hogy nem Virginia volt? Láttam őt. Igenis, ő volt. Nem. Az ikertestvére Virginiának. A neve Vanessa. És éppen azért hasonlít rá annyira, mert az ikertestvére. Ezért tévesztetted össze vele, azt hitted, hogy Virginia. Ezt nem értem, Carlos Alberto. Azt hittem, Virginia az, és visszajött a nagy utazásából. Igen. Olyan, mintha Virginia tért volna vissza. Unokatestvérek vagyunk, te vagy Elena néni másik lánya. Virginia ikertestvére. Hogyne? Ezért mentem el az este Carlos Albertohoz, a testvérem férjéhez. Nyugodjék békében, Virginia. Carlos Alberto ma elvisz a szanatóriumba az anyámhoz, hogy megismerhessem. Szegény Elena néni. Miután ti megszülettetek, megbolondult. Annyira szeretnék találkozni vele, hogy megismerjem. Elég rosszul van. A helyedben nem mennék. Ha még nem ismered, nagyon kiábrándító lesz számodra. Nem, Annabella, ebben nagyon tévedsz. Ha az anyádról van szó, édes mindegy, milyennek látod viszont. Akármilyen állapotban is van, meg akarom ismerni. Az ember ilyen kíváncsi, nem gondolod? De igen, persze. Csak azért szólok, mert rémes élményben lesz részed. De ha már ilyen elszánt vagy, felkészítelek valamire. Mire? Semmit sem nyersz, ha hunkér a családhoz férkőző, vagy Carlos Albertohoz. De ott van a testvérem kislánya, az unokahugom. Carlos Alberto nagyon szerette a testvéremet, és mivel ennyire szerette őt, nagyra becsülöm. Ne vedd olyan biztosra, hogy Carlos Alberto szerette Virginiát. Mert az a helyzet, hogy soha nem szerette igazán a testvéredet. Virginia utolsó pillanatait is Carlos Alberto keserítette meg. Sok szenvedést okozott, nagyon rosszul bánt vele. Tulajdonképpen tönkretette, és Virginia miatta halt meg. Biztos vagyok benne, hogy Virginia úgy halt meg, hogy gyűlölte őt. Hogy gyűlölte? Nem, az nem lehet. Jó, ne hidd el. De apránként magadtól is rájössz majd az igazságra, ha kicsit jobban megismered őket. A legrosszabb, hogy Carlos Alberto Virginiát a halálba kergette. Nem, ez egyszerűen képtelenség. Még valamit tudnod kell. Én vagyok Carlos Alberto életének nagy szerelme. A testvérem férjének nagy szerelme? A testvére van itt, uram. Raquel kisasszony. Engedje be, kérem. Ez ám a csoda. Azóta nem jártál otthon, hogy elhoztad hozzánk Miriam barátnődet. És Violeta rád pirított a Lupitával közös gyereked miatt. Pontosan ezért nem mentem haza. Nem esik jól, hogy a családom számon kér rajtam olyasmit, amihez senkinek semmi köze. Ami csak rám tartozik.
Igen, igazad van. De ahogy így elnézlek, még nem is tudod, hogy mennyi minden történt nálunk. És vajon mi az a sok minden, Raquel? Mivel is kezdjem? Még aznap, mikor otthon voltál, Virginia bement Dr. Kártája klinikájára szülni. Ezzel nem tudsz felizgatni. Igen, tudom. Csak hogy az történt, hogy a kifejlett agytumora miatt bonyolultá vált a szülés, és belehalt. Virginia meghalt. Ezt nem hiszem el. Gondolom, újságot sem olvasol túl gyakran. Nos, mivel egy hunkér a felesége volt, lehozták a gyászjelentést. Ez igen. Uh-huh. Na és az a gyerek azért megszületett? Meg. Lánya született. Bár csak ő is úgy járna, mint az anyja. Figyelj, Junior! Na, mi van még? Mivel Virginiától ezúttal tényleg örökre megszabadultunk.